Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. Made in Media. Média megjelenés. Rádióban és televízióban. Országszerte. A műsor együttműködő partnere a Kabiri Szőnyegház. Minőségi szőnyegek kedvező áron. Együttműködő partnerünk a Hotel Benczúr. Szálloda és konferencia központ Budapest belvárosában. A Liget kapuja. Sztárportré a YouTube-on is. Mindannyian különbözőek vagyunk. De van valami, amiben egyetértünk. Vannak közöttünk barátok, és vannak ismerősök. Időnként a különbözőség. Máskor a hasonlóság, ami összehoz minket. Néha az ismeret. Máskor a tapasztalat, amit megosztunk egymással. Számítunk egymásnak. És számíthatunk egymásra. Beszélgetések, ismert emberek és mély témák hétről hétre. A Sztárportré most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. A fontossági sorrendeket te jól szoktad felállítani az életedben? Nem feltétlenül. Az a típusú ember vagyok, aki, hogyha kap egy feladatot, akkor azt vagy azonnal meg akarja csinálni, hogy ne felejts el. Vagy ha kicsit úgymond hagyok neki időt, akkor az úgy van, hogy úgy el tud maradni sokáig. És ráadásul tökre zavar, hogy van valami, amit meg kell csinálnom, de mindig az van, hogy jó, majd holnap megcsinálom. Nem, majd inkább holnap. És egy idő után lehet, hogy elfelejted, és akkor már nem is zavar. Nem, amikor az ember nem, az a, hogy nem tudom elfelejteni. Tehát annyira nem felejtem el. Csak kicsit aktuálisan tudom elfelejteni, viszont amikor eszembe jut, akkor bűntudatom van. És szereted ezt a bűntudatot? Tehát valami miatt büntetned kell magad, hogy rossz voltál, rosszul viselkedtél, és megérdemled, hogy büntetésben részesülj, egy kis bűntudat? Nem tudom, most csak mondom. Isten igazából a bűntudat számomra egy ismerős terep. És nagyon sokan vagyunk így, és hogyha esetleg nem is kellene, hogy legyen bűntudat, akkor is néha így magától képeződik. Úgyhogy valószínű, hogy ez ezért is van. Érdekes mondod, hogy egy ismerős terep mi miatt? Hát azt nem tudom megmondani, de dolgozunk rajta a pszichológusommal, sokat beszélgetünk erről is, és sok témában előjön, igen. Hogy sok helyzetben az ember olyan dolgokat csinál, hogy esetleg bűntudatot érezhessen. Ez nagyon furán hangzik, és nyilván ez nem ennyire egyértelműen történik meg, és nem is biztos, hogy észreveszi az ember, de valamitől, nyilván valami történt gyerekkorban, vagy valami olyasmi, amitől ez ismerős helyzet. És az ember az ismerős helyzeteket jobban szereti, mint az ismeretleneket. És egyébként tényleg gyerekkorban rossz fiú voltál, vagy jó fiú voltál? Nem a saját szemszögedből nézve, hanem mások szemével nézve. Ez csak egy kicsi zárójel. Hogy jó fiú voltam-e? Szerintem igen. Na, szerinted igen, és mások is ezt mondták? Igazából sokat hallottam, hogy égetni valóan rossz kölök. Na tessék. Na, de ez nem abból fakadt, hogy amúgy egy rossz indulatú srác voltam, hanem egyszerűen pörögtem, és szerettem szerepelni, és az embereket magam körül tudni, és beszélgetni, kommunikálni. De akkor lehet, hogyha azok, akik régen mondták, hogy égetni valóan rossz kölyök, egyszer csak előállnának, és azt mondanák, hogy nem vagy az, rosszul mondtuk, tévedtünk, akkor lehet, hogy megszűnne a bűntudat. Lehet. Ezt nem tudom. Ha vannak olyan feladatok, most a halogatásra visszatérve, amiket meg kellene mindenképpen csinálni, de végképp nincs kedved hozzá, akkor azokkal mi a helyzet? Azokat sokáig halogatom. A végsőkig szinte? Hát a végsőkig igen, tehát az utolsó pillanatig is. Igen. Vagy akár az utolsó utáni pillanatig. Olyan is volt, igen, hogy elnézést kellett kérnem, hogy mondjuk határidőre nem csináltam meg valamit, és akkor... De azért erre figyelek, tehát ügyelek rá, hogy ne, mert nem tett kényelmetlen helyzetet szül. Hát vagy soha. Olyan is van, hogy valaki addig halogatta, hogy végül örökre elmaradt. Igen, azt hiszem van egy-két ilyen, de talán volt egy barátom, hosszú évekig legjobb baráti viszony, és ő egyszer úgy gondolta, hogy ennek véget vett, mert nem... A barátságnak? Igen. Mm. És ez nekem nyilvánvalóan nagyon rosszul esett, mert nem számítottam rá.
és hát nem is tehettem róla, tehát nem az volt, hogy összevesztünk valamin, hanem ő nem bírta elviselni, hogy én ezen a pályán mozgok, ezen a színész pályán tudok elhelyezkedni és mozogni, ő pedig nem annyira. És ő szeretett... Akart. Nem, ő szeretett volna, igen. És ezt nem bírta elviselni lelkileg, és inkább úgy döntött, hogy akkor ennek vessünk véget. És ez nyilvánvalóan nekem nagyon rosszul esett, és azóta találkoztunk már meg, ez rendeződött ez a helyzet, már nem olyan szinten, hogy tehát nem vagyunk igazából kapcsolatban, de többször volt, hogy esetleg akart volna találkozni, beszélgetni, és nem mondom azt, hogy nem lett volna kedvem, de valahogy mégis mindig úgy alakult, hogy aztán nem lett belőle semmi. Halogatás kapcsán jutott eszedbe. Kényelmetlen, kellemetlen helyzeteket egyébként ugyancsak előfordul, hogy esetleg halogatsz? Nem, az a típusú ember vagyok, aki mindent általában kimond. Uh-huh. Sőt, talán egy kicsit túlzásba is tudok esni. Tehát én pont ezen a szinten pont az vagyok, aki lehet, hogy inkább elhamarkodottan, de kommunikációra kényszeríti a másikat. Uh-huh. Sokszor ilyen szempontból türelmetlen is vagyok, hogy ez legyen megbeszélve, ez legyen kibeszélve, tudjuk egymásra, hogy mit gondolunk, és menjünk tovább. Mikor tud jól jönni a halogatás? Szerinted van olyan, amikor? Én azt gondolom, hogy jótékony hatása is van, igen. Például most költöztünk az én kedves feleségemmel a kisbabánk megérkezése előtt, hogy minden rendben legyen, és volt egy ilyen álnok zuhanytartó szerkezet, amit csempén keresztül kellett volna, vagy kellett a falba felhelyezni, és azt éreztem, hogy egyrészt már hetek óta zajlik a bútor összerakása, a képek felszerelése, a szekrények befúrása, ez nem tudom, tehát hogy már herótom is volt egy kicsit, el is fáradtam, és ráadásul féltem ettől az egésztől, hogy a csempét fúrni, az, hogy én még életemben fúrtam csempét, ha az elreped, akkor ki kell cserélni, azt végképp nem tudom megcsinálni, tehát az nagyon kellemetlen, és akkor egy hétig, és azt éreztem, hogy minden nap eszembe jutott, volt, hogy fogtam azt a papírt magammal, ami megmutatta, hogy hogyan kell feltenni azt a bizonyos szerkezetet a falra. Ránéztem, de igazából nem olvastam el. Jó, akkor félretettem. Tehát, hogy kellett az idő, amíg kvázi eljutottam addig, hogy én ezt a megfelelő bátorságot összeszedtem és felraktam. Ez bután hangzik, és olyan furán, hogy miért kellett egy hét, hogy az ember felrakjon egy Hát azért, mert így nem törted össze a csempét egyébként, mert könnyen lehet, hogyha az első nap csinálod, akkor végül tényleg szétütöd a csempét, és akkor tényleg morgolódsz utána, hogy a fenébe tudtam, hogy szét fogom törni, és tényleg széttörted volna. Igen. Így pedig szépen ráhangolódtál, közben megérkezett az érzés is, hogy... És hogy menni fog. Úgyhogy így már igen. Tehát azt gondolom, hogy van jótékony hatása a halogatásnak. Bocsát, még egy. Ezt is meg kellett tanulnom, mert a türelmetlenségem azért az ott van, hogy ha felhívott mondjuk a művészeti titkár valamelyik színháztól, hogy figyelj, be kéne ugrani ebbe a szerepbe, mert ez meg az van, és én meg ott álltam, hogy hát de hát nem tudom, egyáltalán közöm nincs hozzá, azt sem tudom, hogy mit, hogy szöveget, hogy meg egyáltalán az egész, és mondtam neki, hogy figyelj, ezt beszéljük meg egy 2 óra múlva, most nem érek rá. És az ott a 2 óra alatt simán elrendeződött minden, és nem nekem kellett beugrani, valakinek vagy éppen megoldották házon belül, vagy éppen és a legnagyobb rend volt. Most, hogyha azt én akkor ott azt mondom, hogy jó, oké, csináljuk, akkor egy olyan helyzetbe kerülök, ami nem lett volna valószínűleg jó igazából senkinek. Így is lehet mondani, de lehet, hogy a másik oldalon pedig azt mondták, hogy hát Dénesre nem számíthatunk. Nem tud rögtön igent mondani, hát oké, akkor hívunk mást, hívjuk őt. Ő elvállalja rögtön, rendben, akkor ő lesz. Igen, de az lehet, hogy annak az embernek könnyebben ment volna, vagy lesz ment is, mint nekem. Aha. És ezzel szerintem mindenki jobban járt. Uh-huh. Én szerintem, hogyha adunk időt a dolgoknak, még akkor is, hogyha elég égetőnek tűnik, akkor az mindig tud egy pici levegőt adni a dolognak, egy pici átgondoltságot, szóval nem hirtelen elkövetett döntésből születik valami, ami egy kényszer megoldás. Van
vannak olyan dolgok, ami az végképp nincs kedved, egyáltalán soha. Tehát szíved szerint soha nem csinálnád meg, de azokat is meg kell csinálni. Igen. Azokat néha húzod, halogatod? Kifejezetten, bár az érzésem, hogy az a tapasztalatom, hogy az inspiráció mindig megjön. Tehát mondjuk például talán kevesen, vagy talán sokan tudják rólam, hogy nem csak énekelek, hanem most itt beszélgetek veled, hanem lapokat is készítek, és vannak olyan témák, például hogy egy interjúnak a elkészítése, vagy például most voltam a héten egy televíziós prezentáción Varsóban, és elképesztő mennyiségű adatot kellett beemelnem, megkaptam némi segítséget is hozzá, tehát hogy van honnan puskázak. És ezt azt mondtam, hogy ezt én hétfőn, de hazajövök hétfőn, akkor leülök, és már a repülőre elkezdem írni, hát ebből nem lett semmi. Sőt, még ma sem fogtam hozzá. És tolni fogom egészen addig, és csinálok a más dolgot mellette, amíg le kell üljek, és akkor azért lelkileg felkészülök rá, hogy és akkor megjön az inspiráció, és akkor le tudom írni azt, amit szeretnék, meg amit kell. Hát itt tulajdonképpen tekinthetjük ezt úgy, hogy ez egy kreatív feladat, ugye? És akkor be kell gyűjteni hozzá még információkat, és a kreatív folyamatokhoz kell egy kis idő, amíg megérik. Igen. Tehát tulajdonképpen ez nem is halogatás, ha úgy veszük, hanem érlelés. Jó, hát ez a mentségünk. Ez a mentségünk. Igen. De aztán egy ponton túl már muszáj elkezdeni, és lehet, hogy megvárod az utolsó előtti pillanatot, vagy a legutolsó pillanatot? Néha. Ez talán nem jellemző, de most konkrétan, ha tényleg őszinte akarok lenni, és a beszélgetésünk tényleg őszinte, most voltam egy olyan helyzetben, hogy már az utolsó utáni pillanatban oldottam meg dolgokat. És bizony voltak álmatlan éjszakáim, hogy ezt megint nem tudom. De jutottam arra a pontra, hogy nem erőltetem a dolgokat kifejezetten. Tehát tudom azt, hogy az ember valahogy fáradt, vagy valami nincsen inspirációja például, akkor azt nem szabad megcsinálni. Félre kell tenni, és pihenni kell egy kicsit, és utána eljön a pillanat, és akkor eljött a pillanat. Hát eljött, de akkor azt mondod, most volt olyan, hogy az utolsó pillanat, és egyébként sikerült megcsinálni? Sikerült, és akkor ez még inkább feltölthet téged erővel, hogy még így is sikerült, tehát legközelebb is lehet az utolsó, akár még egy pillanattal később is lehet, hiszen sikerült. Igen, de ez egy életveszélyes játék. Hát tehát az. Én nagyon tudom irigyelni azokat az embereket, akiknek az életük beosztással működik, és magukat is alárendelik ennek a kötelességtudatnak, mert az ő számukra sokkal egyszerűbb az élet. Na most én is erre törekszem, és most elhatároztam ennek a bizonyos hibának, tehát magamtól, a magatartásomtól adódó hibának a végső kijavítását, és most azon dolgozom, hogy ez megtörténjen. Tapasztalsz néha olyat, hogy magától elintéződik valami? A halogatás miatt? Ne, ez, tudod, mi jut erről eszembe? Na? Amikor elkezdtem dolgozni a Pannonia filmstúdióban, 18 éves voltam, hát ez nagyon sok év, mert nem is értetek még akkor. Akkor volt egy főkönyvelő, Schmidhofer Lajosnak hívták, de a Schmidhofer emlékszem, aki az apukámnak is a kollégája volt, vagy főnöke volt, tehát nagyon idős volt, de ő akkor is, nem tudom, valamelyik filmforgalmazási cégnél, vagy a Uniánál volt főkönyvelő. És hát meg volt egy ilyen udvariasági beszélgetés, a kisoltész megérkezett, és akkor be kellett vezetni valahogy a Pannoniába. És akkor azt mondta nekem, hogy tudod, mindent szépen el lehet intézni, de vannak dolgok, amiket az ember nem tud azon elintézni. Azok nálam itt vannak az asztalon elől. Várok, és hogyha eltelik mondjuk 2 hónap, és nem intéződik el, akkor azok elintéződnek maguktól. Volt olyan az életedben, hogy valamit addig halogattál, hogy végül örökre elmaradt? Egy valami volt, ami igazából sajnálom, de hogy ez ebben miért nem álltam bele, elmondom. Volt egy olyan helyzetünk, hogy tudtunk volna egy lakást megvásárolni. Ami azért lett volna nagyon fontos, mert megoldotta volna az én állandó irodai problémámat, mert bérelnem kell irodákat, és
ez nagyon jó lehetőség lett volna. Hát a házunkban gyakorlatilag volt egy lakás, amin kölcsön volt, valamilyen banki kölcsön, és ez beborult, és nagyon jutányos áron lehetett volna hozzájutni. Magyarán szóval, amennyit a bank kért, annyi volt a kikiáltási ár, és én, mint általában egy a társasházban a lakóknak erővásárlási joga van. És emlékszem, hogy a nejem nagyon ellenezte ezt. Hozzáteszem, hogy nagyon nehéz anyagi helyzetben voltunk. Tehát itt vállalkozni kellett volna arra, hogy meg fogjuk oldani ezt a problémát, mert tényleg annyira jó volt a helyzet, és én ezt nagyon próbáltam körüljárni, de láttam, hogy annyira félti az egész, tehát óvatosabb ember volt, és azt mondtam, hogy nem idegesítem ezzel a dologgal, mert meg fog oldódni a helyzet. És ezt mikor jövök lefele, és elmegyek ezelőtt a ház, ezelőtt az ajtó előtt, mindig eszembe jött, hogy ezt meg kellett volna lépni. Volt már olyan dolog, amit annyira elhalasztottál, hogy végül soha nem valósult meg? Hát érdekes módon szerintem nem volt ilyen még. De azt tudom, hogyha valamit hamarabb idejében intézkedek, elmondom, megbeszéljük, akkor nem lett volna olyan nagy baj, mintha az ember halogatja. Tehát azért ebben sajnos van egy ilyen egyenes arányos növekvés, tehát az ember, hogyha halogat, akkor a probléma, amit meg kell oldjon, az egyre nehezebb lesz. Tehát minél tovább halogatjuk, az egyre rosszabb lesz, és egyre nehezebb lesz megoldani. Hát vagy jön egy B-verzió, hogy magától megoldódik, mert néha megtörténhet, nem, hogy addig halogattuk, hogy végül szóltak, hogy srácok, ezt nem kell mégsem megcsinálni. Jó esetben, hogyha ez így történik, akkor az embernek szerencséje van. Nyilván az ember, mikor halogat, akkor ez jár a fejében, hogy hát, ha megoldódik, hát, ha jobb lesz. Az ember egy döntés előtt, ha sokat gondolkodik, akkor sok olyan tényező is befolyásolhatja, hogy túl gondolja. És valószínű, hogy egy hosszabb mérlegelés után az ember inkább jobban eltántorodik, és úgymond megijed. Vagy még nehezebben dönt? Hát igen, mert egyre több információt szerez, pro és kontra. Tehát innentől kezdve akkor azt elveszti, hogy ő mit akar, hanem már csak abban gondolkodik, hogy most mik a tények, mik a tapasztalatok, mik azok az információk, amik úgy másoktól bejönnek, tehát hogy de vigyázni kell. Volt egy francia nagyapám, igaz, hogy 9 éves volt, amikor meghalt, de olyan hatással volt rám, hogy ő mondta mindig, hogy az a közmondás, hogy amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. És ez bennem volt gyerekkorom óta. Én általában így vagyok, hogy amit elhatározok és meg akar, az azonnal. Még ha semmi kedved hozzá, akkor is? Igen, általában végigviszem azt, ami bennem van akkor. Na és ha például mondjuk egy kellemetlen dolgot kell elintézni, valami nagyon kellemetlen hívást, mondjuk nem tudom, azt halogatod esetleg, hogy... Nem. Vagy azt nem, sem? Nem. Végigviszem. Azt is rögtön. Túl akarok lenni rajta. Nem halogatok semmit, azt hiszem. Jó dolgokat halogatni, hogy például eszel egy kakaós tekercset, nem tudom, és a közepét. Mindig a legjobb falatot kell enni a falatból. Először? Először. 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 Mert akkor mindig a legjobbat eszed. Ha van otthon már mondjuk 2 napos kenyér, és került haza friss kenyér, akkor te melyiket eszed? Frisset eszem. Frisset. Mert akkor valaki azt mondja, hogy de hát akkor megromlik a 2 napos. Jó, akkor te egyébként azt hiszem én is a frisset választom szívem szerint. Na, nagy döntések előtt például lehet jó egy kicsit húzni az időt, és halogatni, és begyűjteni még több információt. Nem jellemző rá. Ott is szív alapján. Én belemegyek abba a pillanatba, sajnos. Sokszor megütöm a bokámat miatta, de nem halogatok én semmit. Thank you.
Együttműködő partnerünk a Hotel Bencúr, szálloda és konferencia központ Budapest belvárosában. A Liget kapuja. A műsor együttműködő partnere a Kabiri Szőnyegház. Minőségi szőnyegek kedvező áron. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. Made in Media. Média megjelenés. Rádióban és televízióban. Országszerte. Sztárportré a YouTube-on is.